éves közgyűlés, a közösségépítésre fókuszálnak a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél. Tavaszi művészeti fesztivál, a Gyöngyhajú lány balladáját is láthatják a Kanizsai Színház kedvelők. Elmaradt a bravúr, nagy pofonba szaladt bele az FC Nagykanizsa. Jó estét kívánok, Mikó Barát György vagyok, ez a Kanizsa TV híradója február 21-én hétfőn. Lássuk a részleteket! Beszámolt az előző év eseményeiről, valamint az idei programokat is ismertette a Nagykanizsai Honvéd Egyesület a pénteki közgyűlésen. A szervezet a megbeszélést követően vacsorával és zenés rendezvénnyel készült a tagoknak a Honvéd Kaszinó tükörtermében. Tavaly a programok jelentős részét törölni kellett, csak néhány kirándulásra jutottak el a tagok. Mint az a közgyűlésen elhangzott, idén elsősorban közösségi, csapatépítő rendezvényeket szerveznek. Tavalyi évet foglaljuk össze, értékeljük a programjainkat. Hát a tavalyi évből, ha legtöbb, amit meg legtöbb helyre, ahova el tudtak menni a tagjaink, az a kirándulások voltak, sajnos a többi programunkat azt törölni kellett. Idei évre is ez lesz az egyik főcsapás iránya, hát illetve a közgyűlések, illetve a disznótor és a júniális, amit tavaly is nagy sikerrel tartottunk meg. Ahogy arról a társaság tagjai nyilatkoztak, egy összetartó baráti csapat az övék. Az éves közgyűlésen is szép számmal vettek részt, de a buszos kirándulásokra is rendszeresen óriási az érdeklődés. Gyakorlatilag az idei programok már beteltek, akkor azt hiszem ez egy olyan visszajelzés, ami jó. Én nagyon sok olyan pletykát hallok, hogy meg vannak vele elégedve. A tagságunk azt hiszem ilyen 130 fő körüli, azt hiszem éppen 132 most, ebből egy ilyen 80 fő környéke az állandóan mozgásban van, állandóan valamilyen szinten részes a programoknak. Az Egyesület 2022-ben Visegrádra, Esztergomba, Kőszegre és Eger környékére is ellátogat. Parlamentbe készül a Mi Hazánk mozgalom. A párt elnöksége országjárást tart. A hétvégén több zalai városba is ellátogattak. Szombat délután a HSMK-ban tartott lakossági fórumot a párt Torockai László pártelnök részvételével. A radikális párt vezetője arról beszélt, hogy úgy látja, a koronavírus okozta helyzetre, válaszként az állampolgárok nem kaptak semmit, sem információt, sem megfelelő védelmet, sem tájékoztatást a politikai paletta szereplőitől. Mi 2 évvel ezelőtt kezdtük el megírni a programunkat, a Viradat programot, amely egy forradalmi program, amely visszaépítene a nemzetgazdaságot, a tönkretett magyar vidéket újra fölvirágoztatná. A zalai 3-as számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje is felszólalt a fórumon. Megvan az 500 aláírás, de nem állunk le, ugyanis lehetnek hibások, amit az ellenőrzés kivesz, és 700 aláírás a cél. A lakossági fórumon a résztvevők kérdéseiket is feltehették a szervezet jelenlevő képviselőinek. Megérkeztek az állami notebookok pénteken a Battyányi Lajos gimnáziumba. Az átadásról szerettünk volna forgatni, de a Klik sajtórészlegétől a következő választ kaptuk. Az adott eseményre kizárólag a közvetlenül meghívottakat várjuk. Nagykanizsa saját médiaháza nem szerepelt a meghívottak listáján, ellentétben az Alai Hírlap és a Rádió 1 kanizsai képviseletével. Szerkesztőségünk a pénteki átadásról annyi információt még kapott, hogy a szervezés nem a gimnázium kezében volt, hanem a Klebelsberg központ koordinálta. Múlt héten Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára jelentette be, hogy március végéig mintegy 120 ezer notebook érkezik a köznevelési intézményekbe. A kanizsai átadáson az azóta megjelent hírek szerint részt vett a Klebelsberg központ elnöke, Hajna Gabriella és Cseresnyes Péter, a térség országgyűlési képviselője. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Tavaszi művészeti fesztivál, a Gyöngyhajú lány balladáját is láthatják a Kanizsai Színház kedvelők. Elmaradt a bravúr, nagy pofonba szaladt bele az FC Nagykanizsa. Szarjas Gertrúd újra önálló kiállítással állt a művészet kedvelők elé, tárlata a HSMK Ősze András galériájában látható. A festőművész alkotásai ezúttal Ég és Föld között címmel várják a látogatókat.
Tájképek és csendéletek, virágportrék díszítik a galéria falait. A tárlatot péntek este nyitották meg. Szarjas Gertrúd a 90-es évek óta foglalkozik a sejemfestéssel, saját technikája mára védjegyévé vált. Az alkotó a természet szerelmese, az inspiráció ezért magától értetődő évek óta. Az aktuális tárlat címének kiválasztása nem véletlenül kötődik Koncz Zsuzsához, akinek munkásságát a festőművész nagyra becsüli. Gyakorlatilag a vallásosság is benne van, tehát az, hogy azért az ember, hogyha nem is bigott módon, de azért párbeszédet folytat az orral, ugye, hogy hogyan segíti, hogyan nem segíti, meg hát gyakorlatilag nekem nagyon, hogy mondjam, szóval nagyon sok szerencsém is volt, meg nagyon sok tragédiám is az életemben, tehát ez is benne van ebben a címben. Nagyon izgalmas az a világ, amelybe Gertrúd elkalauzol minket, és nagyon izgalmas az, ahogy rátalált erre az útra. Ezzel a gondolattal köszöntötte az alkotót Kostyán László művészettörténész. Az igazi akvarell az, amikor a művész hagyja, hogy az akvarell is dolgozzon. Hát persze ez általában azért nem 50-50%, hanem ahogy elhangzott, inkább 80-20 körül. Van, aki egy kicsit többet, van, aki egy kicsit kevesebbet enged az anyagnak önálló életet élni. Minden esetre azért izgalmas, mert sose lehet egészen pontosan tudni, kiszámítani a végeredményt. Szarjas Gertrúd legújabb kiállítását március 18-áig lehet megtekinteni a HSMK Ősze András galériájában. Bemutatták Miklósvölgyi János festőművész Csontvári Jeruzsálem falai alatt című könyvét a Magyar Műveltség Kincsestára Szabad Egyetem csoportprogramján. A szerző Csontvári alkotásain keresztül ismertette a képírás rendszert a városi könyvtárban. A könyvet Csontvári Kosztka Tivadar a Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című festménye ihlette, amit 1904-ben készített a művész. Ez alkalommal Miklósvölgyi Jánosnak nem az első könyvét, mert már ő sok könyvön van túl. Festőművész a János, és a Csontvári Kosztka Tivadar festmény itt látható, ugye a Panaszfal című festménye lesz most a fő téma, és ezen kívül hát művelődés történeti szempontból egy nagy merítéssel ez a könyv rendkívül időszerű és nagyon jó. Művészetelméleti és vallásfilozófiai kérdésekkel foglalkozik Miklósvölgyi János. Ezekben a témákban eddig 9 kötetet jegyez. Az előadáson a festmény kielemzése volt terítékem. Egyszerűen az embert otthon ül mondjuk az íróasztalánál, és érzi egy olyan impulzus, hogy valamiért ez a festmény egyszer csak megfogja. Nálam is ez pont így történt. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az embert megragad egy motívum, mondjuk egy központi figura ezen a képen, mert az egész úgy indult el, és onnantól kezdve, mintha maga a festmény engedné magát olvasni. Mert tulajdonképpen képírás rendszerről van szó, Csontvári festményeinél egészen biztos, és az embert az a megdöbbentő hatás éri, hogy amint szembesül mondjuk egy üzenettel, ezek az üzenetek egymás után engedik a következő üzenetet felfejteni. A Szabad Egyetem következő kulturális rendezvényén második Rákóczi Ferenc fejedelem európai emlékhelyeiről lesz szó a Városi Könyvtárban. Több mint 60 házas, jegyes, illetve szerelmes pár kapott áldást vasárnap este a szerelmesek miséjén. Az eseményt már több mint 10 éve megtartják az alsó templomban, nem csak a kalantúra részeként. Napok óta zajlik a szerelmes kalantúra, amely során a párok több programon vehetnek részt. A kirándulások és könnyed rendezvények mellett közösen is imádkoztak a résztvevők. A házasság az azt jelenti, hogy közösségre lépünk egymással és az Istennel, és ez egy visszavonhatatlan lépés az életünkbe, tehát ennek csak kezdete van. Igazi szerelem, ami arra vágyik, hogy együtt legyünk. A kalantúrának kifejezetten célja van. Ezt megerősítette Bende Krisztián házastársa is. Igen, szeretnénk felhívni a párok figyelmét arra, hogy minél több időt töltsenek kettesbe. Gyerekek nélkül is kettesbe, meg hogy egymással foglalkozzanak. Hogy ott vagyunk egész nap a munkahelyünkön, vagy éppen egész nap a háztartásban, és hogy sokszor elmegyünk csak egymás mellett. Vagy éppen csak a napi rutinról beszélgetünk egymással, vagy a számlákról, vagy a mi történt a gyerekkel otthon, vagy éppen az iskolában, óvodában. És ugye fontos az, hogy tehát a legfontosabb kapcsolat igazából a házastársunkkal való kapcsolat kellene, hogy legyen. A házas pár nem csupán résztvevője a kalantúrának, a szervezésben is szerepet vállalnak.
Azt vallják, a kalantúra arra is lehetőséget ad, hogy a párok, a házastársak újra felfedezzék egymást. A vasárnap esti szerelmesek miséjén megtelt az alsó templom. 48 éve vagyunk házasok, és úgy gondoljuk, hogy az a tűz még mindig megvan. És ezzel is szeretnénk a fiataloknak is egy kis példát mutatni, hogy igenis nem szabad hagyni, hogy ellaposodjon a házasság. Ki kell mondani bátran egymás felé, hogy szeretjük egymást, még hogyha nem is olyan évvel, mint ezelőtt 50 évvel, mert már akkor is együtt voltunk. Mi a titok? Ez az egyik leggyakoribb a sok éve együtt lévő házastársakhoz intézett kérdések közül. Az az elvünk, hogy ami elromlik, nem kidobni kell, hanem meg kell javítani. Nem mondjuk azt, hogy ennyi az évtizedek alatt nem volt soha olyan, hogy valami miatt meg lehetett volna sértődni, vagy odébb lépni, de mindig azt kerestük, hogy hogyan tudunk egymáshoz közel kerülni, és megjavítani azt a dolgot, ami valami feszültséget szított kettőnk között. A szerelmesek miséjén több mint 60 pár kért áldást. Szőlőkondicionálásról tudhattak meg fontos információkat az érdeklődők pénteken a kiskanizsai Móricz Zsigmond művelődési házban. A téli időszak a legalkalmasabb arra, hogy a környékbeli szőlős gazdák tanuljanak, ezért több egyesület és intézmény is szervez ismeretterjesztő programokat ezekben a hónapokban. Évtizedes, sőt évszázados tapasztalaton alapul ma a kis parcellás szőlőművelés. Ugyanakkor, ahogy az előadó is fogalmazott, önmagukon a legnehezebb változtatni. Vaszili Zsolt szőlészeti szaktanácsadó szerint éppen ezért értékesek a kisebb körökben, klubokban tartott előadások. Minden szőlőtermesztő számára, borkészítő számára a saját bor az a saját gyermeke, amelyet szeret büszkélkedni, és apám szava élve, hogyha szép, egészséges szőlőt tud előállítani, abból csak jó bort lehet csak készíteni, és elrontani lehet. A szőlő védelmében a borkészítők a sarkalatos problémákat már ismerik. A műveléssel, a metszéssel és a terheléssel így nem lehet probléma, mondta a szakember. Hozzátette, vannak azonban olyan dolgok, amelyekben nincs beleszólásunk, ilyenek például az utóbbi 20 év időjárási anomáliái. Pont a szőlőnek, mint egy álló kultúrának ezek az évenként jövő negatív környezeti hatások komoly kihatással lennek, vannak a mind a termésmennyiségre, és a termésmennyiségen túl, az követően pedig a must minőségre, és abból pedig a borkészítés minőségére. Az egyetemek kutatóintézetei éppen ezért dolgoznak olyan megoldásokon, amelyek segítik a helyi szőlészetek, borászatok munkáját. Musical, kiállítás, színházi előadás és zenés irodalmi est is várja az érdeklődőket a tavaszi művészeti fesztiválon Nagykanizsán. Az esemény mai sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták, összesen 10 nívós produkción vett részt a közönség március 25-e és április 9-e között. Még a 90-es években kezdődött és 2000 óta viseli a tavaszi művészeti fesztivál nevet a város kulturális esemény sorozata. A hagyományt az előző két évben a járványhelyzet miatt nem rendezhették meg. Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója kiemelte, a program vezérmotívuma mindig az, hogy minőségi, igényes műsorokat mutassanak be a kanizsaiaknak. Ezúttal a fesztivál egy Omega Musical-lel, a Gyöngyhajú lány balladájával kezdődik március 25-én. Lesz kortárs képzőművészeti kiállításunk a Ludwig Nemzetközi Művésztelepek gyűjteményéből. Lesz Süsű, a Sárkány Kalandjai című gyermekszínházi előadásunk, de szerepel az 1-2-3 című Molnár Ferenc darab vígjátéka az Átrium és a Kultúrbrigád vendégjátékában itt Nagykanizsán. Alföldi Róbert főszereplésével, aztán a Rutkai Bori banda is meglátogatja a kicsiket a Megyaszai házunkban. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház az elmúlt 25 év anyagából színházi produkcióval készül április 2-ára. Tóth István, az intézmény vezetője elmondta, nagy izgalommal szervezik az önálló estjüket. Nehéz volt újra kezdeni, tehát ez a két év szünet, ez eléggé visszavette a társaságot, de most már szeptember óta töretlen lendülettel készülünk, végre újra lendületben vagyunk, és hát nagy-nagy élvezettel készülünk.
végig gondoltuk, újra felelevenítettük ezeket a régi produkciókat, ezek nagyon kellemes emlékeket ébresztettek bennünk, és hát meglepődve tapasztaltuk, hogy így gyorsan elrepült ez a 25 év. A tavaszi művészeti fesztiválról bővebben mai Napi Kanizsa című műsorunkban hallhatnak. Súlyos vereséget szenvedett az FC Nagy Kanizsa Mosonmagyaróváron. Az NB3 nyugati csoportjának listavezetője 5-2-re múlta felül vasárnap Gombos Zsolt csapatát. A kanizsai együttes 1-0-ra vezetett a mérkőzésen, de erre 5 góllal válaszolt a listavezető. A második kanizsai gólt Szabó Patrik szerezte büntetőből. Kisebb mumusnak számított az NB2-be vágyó óváriaknak az FC Nagy Kanizsa, hiszen Béli Milánék az elmúlt két kanizsai találkozón egyaránt legyőzték Varga László együttesét. Ennek megfelelően kezdődött a vasárnapi meccs is, hiszen egy szöglet után a Kanizsa szerezte meg a vezetést. Szabó bemutatja a figurát. Van is érkezés, van is gól! Kovalovszky csípő csontjáról, amolyan twistes mozdulattal beütötte a kapuba. Nem tartott azonban sokáig a vendégöröm, hiszen a bekapott gól után sorra alakította ki a helyzeteit a Mosonmagyaróvár. Ennek a 16. percben meg is lett az eredménye, hiszen Nagy Zoárd egalizált. 7 perccel később pedig már a hazaiaknál volt az előny. Simita! Jó labda a Szalka helyzetben, Szalka zicser is! Fordít a hazai csapat. Szalka Dominik. Az óváriak továbbra is dominálni tudtak, a kanizsai csapatnál lényegesen kevesebbet volt a labda, támadás vezetésre pedig egyáltalán nem futott Kovács Györgyék erejéből. A mezőnyfölénynek egy újabb hazai gól lett az eredménye még a szünet előtt. 9 meccsen játszott, 9-szer kezdő volt. Nincs hipszó, az egész kanizsai csapat megállt. Szalka nem lő, inkább passzol, megvárja a társa, Tóth, kicsi hossza, nincs 11-es, de... Van 11-es. A kétszeresen is vitatható ítélet után született büntetőt Debreceni váltotta gólra. Érdekesség, hogy az egykori Európa-bajnoki bronzérmes kanizsai születésű védőnek ez már a 15. gólja volt a szezonban. A szünet sem tett jót a kanizsai csapatnak, sőt a második játékrész első 10 percében több komoly hibát is vétett a csapat, amit a hazaiak ki is használtak. Előbb Nagy Zoárd szerezte meg második gólját, majd Nagy Kevin is betalált. Ekkor nagyon úgy tűnt, hogy óriási pofonba szaladhat bele a kanizsa, de sikerült rendezni a sorokat, és a hazaiak is érezhetően visszavettek a tempóból. Az átigazolási hajrában érkező Simon Botond és János Norbert is debütált kanizsai mezben. Utóbbi kiharcolt egy büntetőt, amit Szabó Patrik értékesített, kialakítva ezzel az 5-2-es végeredményt. A mérkőzés után Gombos Zsolt elmondta, a második félidei szétesés megengedhetetlen, és több olyan hibát is vétettek védekezésben, ami nem fér bele NB3-as szinten. Voltak olyan dolgok, amik ezen a szinten nem férnek bele, ezekről fogunk beszélni, és ezeket fogjuk kijavítani, illetve arra törekedni, hogy többet ilyen ne legyen. És ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy azért 5 gólt kapni bajnoki mérkőzésen, nem is tudom, hogy mikor volt ilyen velem, de hát kijavítjuk, illetve nem lesz ilyen többet, az biztos ezzel a csapattal. A kanizsából is alaposan felkészült a Mosonmagyaróvár, ugyanakkor azt Varga László kiemelte, az elveszített mérkőzéseken is az ő csapata dominált, így a játékkal akkor is elégedett volt, vasárnap pedig gólok is társultak a mezőnybeli fölényhez. Nyilván készültünk, ahogy eddig is, és akkor is készültünk, voltak fordulópontok azon a mérkőzésen, de nem foglalkoztunk vele magával a játékkal, ott is elégedett voltam, ott is domináltunk, és hál' Isten most ez a mai napon eredménnyel is párosult. A következő fordulóban a Gyirmót 2 látogat Nagy Kanizsára. Érdekesség, hogy a gyirmótiaknak is lesz oka a javításra, hiszen a mostani körben 6-0-ra kaptak ki hazai pályán a BVSC-től. Iradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Éves közgyűlés. A közösségépítésre fókuszálnak a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél. Tavaszi művészeti fesztivál. A Gyöngyhajú lány balladáját is láthatják a Kanizsai Színház kedvelők. Elmaradt a bravúr. Nagy pofonba szaladt bele az FC Nagykanizsa. Ez volt a Kanizsa TV iradója február 21-én hétfőn. Híreinket megtalálják a honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Akik esetleg lemaradtak az élő közvetítésünkről, 20.45-től megnézhetik az FC Nagy Kanizsa Mosonmagyaróvár elleni bajnokiát. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!